Valójában, ami a DXM-ben történt, nem egyik pillanatról a másikra ment végbe. Ez egy 20 éves fejlesztés eredménye. Igazából már jóval régebben, a 80-as évek közepén kezdtük felépíteni a DXM-t. A mai napig sokan felteszik nekem a kérdést, hogy miért döntöttem a multilevel marketing mellett, hiszen az MLM-nek nincs túl jó hírneve, így az összkép se túl fényes. Azt szoktam válaszolni, hogy az MLM egy eszköz. Önmagában egy eszközről nem mondhatjuk, hogy jó vagy rossz. A felhasználó dönti el, hogy jóra vagy rosszra fordítja. Hasonlattal élve egy késről sem állíthatjuk, hogy jó vagy rossz. Akinek a kezében van, azt fogja meghatározni, hogy mire használja. Ha sushit készítesz vele, akkor jó kés. Ha ki akarsz rabolni vele valakit, akkor rossz lesz. Tehát önmagában az MLM sem jó vagy rossz, csupán egy eszköz. Ezért is szántam egy kis időt arra, hogy elmagyarázzam, mi, a DXM, valódi cég vagyunk. Ráadásul jó cég. Már maga a DXM kifejezés is erkölcsösséget, megbízhatóságot jelent. Tehát jó és megbízható vállalat vagyunk, így a mi kezünkben az MLM jó eszközzé válik. Ezért válnak a vásárlók termékforgalmazóvá, akik képesek úgy terjedni, mint a gomba, vagy az internet az elmúlt 23 évben. Ez a folyamat ismétlődik újra meg újra. Így kezdődött az egész. Így indult útjára a DXM. A DXN mára nagyon sikeres lett. A 25. legnagyobb vállalat vagyunk a világon. Malajziában mi vagyunk a legnagyobb MLM cég. Tehát jogosan kérdezik, hogyan lehet ilyen sikeres a DXN. Ahogy itt látjátok, felépítettünk egy nagy gyárat, és a hálózatunkban is több mint 5 millió tag van. Mi a siker titka? Valójában a titok roppant egyszerű. Jó termékeink vannak, jó a rendszerünk, és becsületesek vagyunk. Nem csalunk. Ez nagyon leegyszerűsíti az egészet. Amikor két vállalat versenyez a piacon, nincs szükség csillagjósra vagy ingára, hogy lássuk, melyikük nyer a piacon. Az nyer, amelyik versenyelőnyre tesz szert, és aki becsületes. A DXN saját technológiával és termékkel rendelkezik, ráadásul megvan a versenyelőnyünk is. Amikor más vállalatokkal versengünk, gyártóként versenyelőnyben vagyunk. Az ár tekintetében is kedvezőbb a helyzetünk, mint a többi cégnek. Mi sokkal versenyképesebbek vagyunk. Bizonyos esetekben ők is gyártók, azonban mi speciális technológiával rendelkezünk. Számos terméket, például az RG-nket, a GL-ünket és a Lingzi kávénkat egyedi módon gyártjuk. A DXM példájából kiindulva ma már minden nagy MLM cég árusít Lingzi kávét. Ezen felül itt van még a spirulina termesztési technológiánk, amivel trópusi éghajlaton képesek vagyunk nagy mennyiségű spirulinát termeszteni. Ezen kívül gyártunk még tartósítószermentes enzimitalt, úgynevezett élelmiszeritalt. Továbbá gyártunk gyümölcsleveket és piperetcikkeket is, mindezeket saját technológia alkalmazásával. Emellett versenyelőnnyel rendelkezünk, melynek birtokában becsületesen dolgozunk, és az emberek megbíznak bennünk, így egyre jobban terjeszkedünk. Ez a DXN titka. Ha megnézel egy MLM céget, először is két kategóriát látsz. Az egyik a kereskedő, a másik pedig az, akinek saját terméke van. Úgy gondolom, hogy az MLM cégek 90%-a kereskedő. Megvásárolják, majd értékesítik a terméket. Ezek a cégek nem stabilak. Bármely pillanatban megváltozhatnak, megszűnhetnek. És aztán itt vagyunk mi, a valódi gyártóvállalat. A gyártó MLM cégek esetében is két kategória van. Az egyik rendelkezik saját technológiával, a másik nem. Ami a DXN-t illeti, mi nagyon stabil cég vagyunk, mivel minden technológiával rendelkezünk, ráadásul házon belül. Tehát megvan a ganoderma, a spirulina, az enzimital, sőt a kozmetikumok és a piperetcikkek gyártásához szükséges saját technológiánk is.
Ebben az értelemben mi a DXM vagyunk az igazi MLM vállalat. Tehát adott a folyamat, a cég stabilitása, mi állítjuk elő a saját termékeinket, azokat mi magunk értékesítjük, ez az egész folyamat, mind a sajátunk. Ráadásul, mivel én mérnöki háttérrel rendelkezem, mérnöki koncepciót használunk. Például itt van a marketing terv. Minden országra ugyanaz a szabályzat vonatkozik, ez alapvetően mérnöki szemlélet. Így alakult ki az egy világ, egy piac koncepció is. Minden ország és kontinens ugyanazt a marketing tervet alkalmazza. Ezért nagyon-nagyon más a DXN, mint a többi MLM cég. Mivel saját technológiával rendelkezünk, saját termékünk van, és saját marketing szabályzatunk, ezért mindent kézben tudunk tartani. Ebben az értelemben a DXN nagyon stabil. Az utóbbi 23 évben három alkalommal volt Dél-Ázsiában gazdasági válság, még a cég indulása előtt is, a 80-as évek végén. Amikor 1993-ban indultunk a DXN-nel, éppen hogy véget ért a válság. Aztán jött 1997, az is nagyon komoly volt. Nemrég, 2008-ban újabb válság köszöntött be, de ahogy látjátok, a DXN ez idő alatt is gyorsan fejlődött, mert a válság nem volt ránk hatással. Annyira stabilak vagyunk, hogy nem érezzük meg a ringgit visszaesését sem, ami 3-2-3-3-ról kezdődött, és most 4-4-nél tart, mert nem hat ránk. Egyáltalán nem. Mivel mindent magunk végzünk, a béreket is ringgitben fizetjük, ahogyan minden mást is. Tehát hiába az ingadozás, nincs hatással ránk. Így tudnám elmagyarázni, hogy mi a DXN valódi és stabil cég vagyunk. A következő történt nagyjából 1990 és 2000 között. 1990-től 2000-ig tartott a gazdasági összeomlás Dél-Ázsiában. Abban az időben emiatt zavargások törtek ki Indonéziában. Az emberek boltokat és gyárakat gyújtottak fel. Ám amikor a tömeg közeledett a DXN irodához, több ezer tagunk ment oda és állította meg őket. Ekkor elutaztam Indonéziába. Akkoriban senki nem ment oda. A repülőn összesen három ember utazott, még légiutas kísérőből is több volt, mint utasból. Így ketten közülük leültek hozzánk beszélgetni. Igen, emlékezetes utazás volt. Elmondtam az indonéz tagoknak, hogy a DXN azért jött ide, hogy itt is maradjon. Nem fogunk elmenekülni. Akár jól áll a rúpia, akár nem. Akár házakat gyűjtogatnak az emberek, akár nem. Ha a DXN elkezdett valamit, akkor nincs visszaút, halad tovább. Akár nehéz az út, akár könnyű, akár biztonságos, akár veszélyes, nem számít, mi megyünk tovább. Ezután minden MLM cég bezárt, csak a DXN működött tovább. Mert abban az időben romlott a valuta értéke. A legtöbb MLM cég hetente emelte az árakat. Minden héten, nem havonta. Emelték az árakat, majd végül leengedték a rólót. A DXN maradt az egyetlen működő cég. Olyanok voltunk, mint egy menekültábor. Tudod, milyen a menekültábor? Mindenki hozzánk jött. A sor az utca túloldaláig ért. Mindenki a DXN-hez akart csatlakozni. Abban az időben havonta 30 ezer, 50 ezer ember lépett be hozzánk. Nagyon büszke vagyok erre. Végül sikeresek lettünk Indonéziában. És onnan, Indonéziából meghódítottuk az egész világot. Akkoriban 15 ezer fős rendezvényeink voltak. A táj, az indiai és a filippino tagjaink is eljöttek, és látták, hogy jók a rendezvényeink. Nagy tömegeket mozgatnak meg. Így ettől nekik is nőtt az önbizalmuk, amikor hazatértek. Felvirágzott az üzlet a Fülöp-szigeteken. Az indiai és a táj piac is virágzott. És később az egész világon növekedni kezdtünk. Nagyon büszkék vagyunk erre az esetre, mert a sok kihívás és akadály ellenére folytattuk, amit elkezdtünk. A DXN hosszú múltra tekint vissza. Minden jó cégnek kötelessége szerepet vállalni a társadalmi életben.
Ez alól a DXN sem kivétel. Az utóbbi években sokat jótékonykodtunk. Mentőautókat adományoztunk, és volt forrásunk dialízisgépeket is adományozni. Akkor is adakoztunk, amikor tájfun pusztított a Fülöp-szigeteken, és nem régen Nepálban is segítettünk. Az egy az egyhez adományozási mintát követjük. A tag $1 adományoz, akkor mi is hozzáteszünk $1. Fontos megemlíteni, hogy nagyon-nagyon sok nélkülöző, szerencsétlen gyermek él a világon, akik alultápláltak. Például Pakisztánban rengeteg az alultáplált gyermek, ezért látás problémával küzdenek, farkasvakságban szenvednek. Éjjel nem látnak semmit. Ez egy nagyon komoly dolog, és ha nem kezelik rendesen, teljesen megvakulnak, és az egész életük tönkre megy. Ezért adományozunk nekik RG-t, GL-t és spirulinát. Így segítünk Pakisztánban, Indiában, sőt még Afrikában is. Mi csendben tesszük mindezt. Más nagy cégektől eltérően nem szervezünk nagy kampányokat, meg hasonlókat. Úgy érezzük, hogy ezzel nem kell kampányolni, hiszen ez egy olyasmi, amit minden nap meg kell tennünk. Nem kell ezzel kampányolni. Tehát már eddig is nagyon sokat tettünk. Biztosítjuk a gyerekeknek a termékeket, hogy jobb legyen az életük, például a farkasvakság vagy az alultápláltság esetében. Indiában a nők 40%-a alultáplált. Ha egy nő alultáplált, a teste nem fejlődik, így nem tud rendesen kihordani egy gyereket, és ez nagyon egészségtelen a jövőre nézve. Nagyon sok terméket adományozunk nekik kórházakon, orvosi egyetemeken és a tagokon keresztül. És ezért van az, hogy az egész világon allopátiás, ajurvédikus és homeopátiás orvosok támogatják a DXN-t, akik látják a piacon elért eredményeinket. A jövőben is folytatni kívánjuk ezt a gyakorlatot, hogy segítsünk az alultáplált tömegeknek, és javítsunk a helyzetükön. Véleményem szerint a DXN legkiemelkedőbb tevékenysége az, hogy nagyon sokaknak segített szabad emberré válni. Ha úgy tetszik, ez a legnagyobb eredmény. Ez nem szó szerint vett jótékonyság, de nekem mégis a legnagyobb jótéteménynek számít. Mondok egy példát. Egyszer, amikor elutaztam Dubajba, a bevásárlóközpontban egy filippino nő meglátott. Oda rohant hozzám, majd megölelt és sírva fakadt. Nagyon megdöbbentem. Megkérdeztem, hogy mi történt, miért sír. Több mint 12 éve dolgozik Dubajban, de nem volt pénze hazautazni a Fülöp-szigetekre, és így több mint 12 éve nem látta a családját sem. Az otthoniak persze abban a tudatban voltak, hogy sok pénze van, mert 12 éve a tengeren túlon dolgozik. Elmesélte, hogy nem tudott hazamenni, és a fiának sem tudott ruhát venni. Aztán csatlakozott a DXN-hez, és most havonta 3-4 ezer dirhamot keres, ami körülbelül 1000 amerikai dollár. Van, akinek $1000 nem tűnik sok pénznek, azonban számára ez maga volt az élet. A havi $1000 már tudott ajándékokat és ruhákat vásárolni. És azt mondta, hogy anyaként az a legjobb, hogy végre vehet ajándékokat a fiának meg a lányának, és megvásárolhatta a jegyét is, hogy hazamenjen a Fülöp-szigetekre, majd visszatérhessen. És ez a legnagyobb jó cselekedet. Ez a legjobb dolog, amit mi a DXN tettünk. Az egyik tagunk vadászpilóta volt egy országban. Egy nap az egyik gyakorlat során lezuhant, és utána a családja semmilyen segítséget nem kapott a kormánytól. Semmi nyugdíjat, semmit. Ám mivel DXN tag volt, a felesége átvette a tagságot, meg minden mást. Ennek már 5 éve. 5 éve minden hónapban érkezik a bónusz. Ez alatt az 5 év alatt a bónusz egyre csak nőtt és nőtt. Emlékszem, egy nap a lánya fent volt a színpadon. Azt mondta, nagyon szomorú, amiért elvesztették az édesapjukat, ugyanakkor nagyon szerencsések is, mert itt van nekik a DXN. Most jól élnek.
És ez csak egy a sok történet közül. Nagyon-nagyon sok olyan esetünk van, amikor a kenyérkereső elhunyt. Ám mivel DX Szent tag volt, és a DX Szent tagság átruházható a családtagra, élnek vele, a család jövője a mai napig biztosított. Ez a DX Szent rendszerének köszönhető. A kezdet-kezdetén, amikor a DXN még kis cég volt, sok sikeres MLM üzletépítő nem csatlakozott hozzánk. Azok közül, akik csatlakoztak, sokan már előtte tönkre mentek, tehát sok olyan tagunk volt, aki eladósodva érkezett hozzánk. Tönkrementek, és csatlakoztak a DXN-hez, ám a DXN-nel elkezdték visszafizetni az adósságaikat, és végül sikeresek lettek. Valóban sikeressé váltak. Lehettek irodasegédek, vagy akár kertészek. Elmesélem most az egyik tagunk történetét. Korábban kertész volt. Folyton feltették neki a kérdést, hogy mivel foglalkozott a DXN előtt, míg egy nap megelégelte. Egy alkalommal Indiába látogatott, ahol ismét a foglalkozása felől érdeklődtek. Azt válaszolta, hogy a DXN előtt pilóta volt. Erre éljeneztek. Helikopterpilóta voltam, de sajnos a helikopterem fejjel lefelé fordult, és csak a füvet vágta. Mielőtt csatlakozott a DXN-hez, mindössze 250 ringgitet keresett. De most a DXN-nek köszönhetően sikeres lett. Előtte nem beszélt idegen nyelven, még angolul sem. Most folyékonyan beszél angolul, és mindenhova utazik előadásokat tartani. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy számomra ez maga a csoda. Egy kertészből milliómost csináltunk, és mindezt megfelelő módon nagyon helyesen vittük véghez. Ezután az egész családja a DXN-nel kezdett foglalkozni, tehát az irodasegédből is milliómos lett. A csődbe ment emberből is milliómos lett. Szóval ezek a DXN jó történetei. Jelenleg a DXN 5 millió tagot számlál. 5 millió ember a világ 6 milliárdos lakosságához képest nagyon kis szám. Ezért gondolom, hogy még éppen csak a felszínt karcoljuk. Azoktól, akik még nem csatlakoztak a DXN-hez, azt kérem, hogy a következő okok miatt csatlakozzanak. Először is rendkívül versenyképes cég vagyunk. A DXN saját technológiával rendelkezik. A DXN egy életérzés. Amikor csatlakozol a DXN-hez, szabadon utazhat számtalan országba, rengeteg helyre eljuthatsz. Tehát akik még nem csatlakoztak hozzánk, kérem, tegyék meg. Ez egy komoly vállalat és nagyon is valóságos MLM cég. Ha csatlakozol, megoldhatod az egészségügyi és az anyagi problémáidat, és szabaddá válhatsz. Szabaddá. Tehát szabad ember lehetsz. Ez a DXN küldetése. Csatlakozz bátran. Mibe kerül? Egy egyszerű belépéssel és tagsági kóddal az egész világon érvényesülhetsz. Ha csatlakozol Malajziában, mehetsz Amerikába, vagy az arab országokba szponzorálni. Ha Európában csatlakozol, ugyanazzal a tagsági kóddal szponzorálhatsz az arab országokban, Indiában, vagy a világ bármely részén. Tehát nagyon megéri csatlakozni a DXN-hez. Ha látni akarod egy vállalat jövőjét, akkor tekints vissza a múltjára. Nézd meg a történetét. A DXN nem egy új cég, ez egy 20 éves vállalat. 20-23 év alatt jutottunk el idáig. Ez azt jelenti, hogy a vállalat felvette egy lendületet, és ennek a segítségével tör egyre magasabbra. A DXN-nek nincs szüksége elemzőkre, nincs szüksége jövendőmondókra és médiumokra, hogy megmondják, mi a DXN jövője. Mit is tett eddig a DXN? Kidolgoztuk az egy világ, egy piac koncepciót. Kialakítottunk egy folyamatrendszert. Arra összpontosítottunk, hogy létrehozzuk a céget. Bizonyos értelemben nagyon sok rendszer hatékony. A nem működő rendszerek már kihullottak, ami maradt, az hatékony.
Az utóbbi években is jól látható a gyorsan növekedő tendencia. Minek köszönhető a növekedés? Annak, hogy mára érett cég lettünk. Tudjuk, mire van szüksége a piacnak. Tudjuk, hogyan kell érvényesülni a piacon. Tehát a DXN-re fényes jövő vár. Ezért mondom a tagoknak, hogy mi a DXN-nel még éppen csak színre léptünk. Még nem aknáztuk ki a cégben rejlő lehetőségeket. A DXN jövőjében lévő lehetőségek kihasználásával sokkal, akár nagyságrendekkel jobban teljesíthetünk a mostaninál.